helyen a Magyar Ágy Operaház nevében. Köszöntöm a zenekart is, mert tegnap este nem láttam őket, mert alig értem el a előadás végét Tonockón. Sziasztok! Nem először járunk, szerencsére az utóbbi időben Marosvásárhelyen, és már látom a terveket, amelyek szerint két év múlva újra visszatérnénk ide, de biztos sok minden függ attól, hogy a mai este hogy sikerül, úgyhogy az abszemben van a fenekünkben. Mindazonáltal mégis Vígoperát játszunk itt a Vásárhelyi Forgatag nyitó napján. Szimpatikusan zörög mögöttünk még egy székhordó taliga, de ez is azt jelzi, hogy önök kicsit túl sokan vannak ahhoz, hogy mindenkinek jusson ülőhely. Hál' Isten, ezek a jó gondok. Hölgyeim és uraim, egy Vígoperával készültünk tehát. Tavaly is előadtuk itt, de szerintem sokan nem látták még. Ráadásul idén Donizetti művét, a Szerelmi Bájtot teljesen új szereposztásban hoztuk önök elé. Tehát esetleg itt volt tavaly, annak is egyfajta új élményben lehet része. Az önök által jól ismert és szeretett Miklós Erik a főszereplésével megy majd a mű, ő alakítja Adinát. Aztán itt vannak a többiek. Egy nagyon tehetséges és igen szimpatikus, Vietnámban született, de Magyarországon tanult tenorista, Ninh Duc Hoàng Long, vagy röviden szóval Laci. Ő lesz a mi nemorinunk, ma már csak hallják, hiszen úgyis magyarul játszunk, tehát ki fog derülni, ilyen szépen beszél és artikulál magyarul, Laci. Aztán színpadra lép Geiger Lajos, ugye a katona szerepben, és Kis András pedig a mögöttünk is látható Dulcamara fegyirat birtokosa, tehát maga lesz az ital, vagy hát helyesebben a szerelem ital árus. És Bernát Éva személyében egy friss új énekesnőnk is van, ő pedig majd Janettát alakítja. Hölgyeim és uraim, a mai este karmestere az a Cser Ádám, aki fiatalkora ellenére nem csak operázi vendégkarmester, hanem egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak is a zeneigazgatója. És itt vannak a mi hétpróbás énekari művészeink és zenekari művészeink, akik már sokat szóra tették meg ezt a távolságot, itt turnézunk Erdélyben, nagy örömmel tesszük, és azt reméljük, hogy ezen az estén egy kis vidámságot csempészhetünk az önök arcára, szívébe is, ami majd reméljük kitart két év múlváig is, amikor újra itt leszünk. És ha megbocsátják, azért kicsit sietünk is majd, már abban az értelemben, hogy a szünetet ne tartsuk túl hosszan, nehogy leszakadjon. Minden magyar ember tud, azt majd a végén, ha már megérdemeltük, akkor elénekelnék, hogyha nem bánják önökkel együtt. Hölgyeim és uraim, akkor most ide visszatérve újra Erdélybe, a Magyar Opera bölcsőjéhez, hiszen az első előadás mégiscsak opera szintjén Kolozsváron zajlott, tehát az önök földjén. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és szép élményt, jó szórakozást mindenkinek ma estére.
Csak a legvidalmabb részét